Szép jó estét, szép jó napot kívánunk mindenkinek, annak függvényében, hogy mikor nézi az Ezoter Fere aktuális műsorát. Itt a Budapest TV-n Ezoter Ferével most már másodszor jelentkezünk, de a weboldalunkon az összes korábbi Ezoter Fere adásai megnézhetőek, és nagy szeretettel szeretném köszönteni Szűcs Károly barátomat, a Másképp gondolkodás nagymesterét. Én találtam ki ezt a fantasztikus nevet, neked még nem tiltakoztál, addig hagy használjuk. És a műsorunknak az ad aktualitást, hogy nemrég tértél haza Amerikából, és van ez a jó kis játék régen, hogy Amerikából jöttünk mesterségünk címere Ameró. Hogy mi ez az Ameró, ezt az adás során megtudhatjuk. De tulajdonképpen a műsorunk szellemessége az a másik gondolkodás, hogy soha nem volt akkor a világbirodalom, mint ma fejlődött Amerikában, ami azért tudott ilyen hatalmas birodalommá válni, mert a médián keresztül az emberek tömegbutítását, illetve a villanypásztorolását, hogyha ez egy nagyon rossz magyar szóval élünk, teljes egészében bevetette, egyforma ízlés, kultúrát, egységes öltözetet, gondolatiságot akar a világra rákényszeríteni, és ugyanakkor az embert, mint egyént sehol nem veszi a szám, nem veszi az embert ember számba, így van. És mielőtt átadnám neked a szót, egy kis beharangozó, amit szoktunk önöknek mindig küldeni. Ugye a pénzügyi világválság egyre nagyobb mértékeket ölt, hát mi erről magyarok igazán tudnánk beszélni, hogy soha ennyi ember nem volt munkanélkül, nem voltunk ennyire kiszolgáltatva a liberalizációnak, eladták az utolsó üzemeinket, nincsen gazdasági potenciálunk, csak magas, végtelen és kifizethetetlen adóink és kiszolgáltatottságunk van. A globalizáció nem más, mint a kiszolgáltatottság szabadsága, és ebben élünk. A pénz őrjünk. A gondolkodás forradalma viszont szép csendesen terjed a világban. Erre a példa a Zeitgeist korszellem című film, a pénz című film, ami úgy szintén weboldalunkról letölthető, megnézhető, illetve aki kapott hírlevelet tőlünk most is, ezek a műsorok szerepelnek, ráklikkelsz csak, és akkor meg tudod nézni. A pénz című film, Karcsi barátom jó voltából került Magyarországra, jó magam szinkronizáltattam, ott magyar szinkronnal van, a többi film feliratos. Nem általános probléma, ami Magyarországon van, a világban hasonló erősségűek és vetületűek a problémák. Mi viszont innen, mivel magyarok vagyunk, egy kicsit megpróbáljuk felülről nézni és látni. És tulajdonképpen az Ameró, amiről ma nagyon sokat fogunk beszélni, mit fog tenni a pénz őrjöngésében, amikor kiderül az emberek számára, hogy a WC papír értékesebb, mint a pénz, amit rányomnak. És akkor még egyszer szeretettel köszöntenélek. Milyen érzésed és milyen hangulatod volt Amerikában ebben a mostani világban? Amerikában sokkal előrébb járnak a gazdasági válság, a pénzügyi válság érzékelésében. Milliók kerülnek havonta utcára, és még több millió ember érzi azt, hogy veszélyben van a munkahelye. Most még megmentették a három nagy autó gyárat, 17,6 milliárd dollárt adtak nekik, és ezzel március végéig igazolniuk kell, hogy képesek versenyképes autókat gyártani. Egy-két nap múlva kiderül? Nagyon hamar ki fog derülni, és szinte bizonyosra veszi minden józan gondolkodású ember, hogy amit évtizedek alatt nem tudtak elérni ezek az autógyárak. Tehát az ő bűnük az, hogy ma nincs vízautó, nincs elektromos autó, és ezeket a benzintemetőket kell Amerikának is használni. Nagyon nagy szerepük van ebben. Tehát ezek az autógyárak a újításokat, találmányokat felvásárolták, és szépen fél évszázada vagy egy évszázada teszik szépen be a szépbe és a fiókba temetik, és nem engedik, hogy komolyabb változás történjék, technológiai változás. És miért van ez? Azért, mert a pénz csak fenn akar maradni, és nem érdekli őt az ember. Tehát egy csere eszközből világhatalmi jelképé és istenségé nőtte ki magát. És a pénz azt mondja, hogy akkor te ne járj elektromos autóval, mert akkor nem fog a globalizációs katasztrófa bekövetkezni, de nekem nagyobb a profitom, és nem érdekli. Ez olyan, mint a rák, és mindig elmondom ezt a példát, hogy a rák, amikor terjed az emberi testben,
őt nem érdekli, hogy mindent tönkretesz, ő csak mindent el akar foglalni. És amikor az egész test a ráké lesz, akkor fölkiált, hogy én vagyok, világállam, globalizáció, győztem. Ez az ő győzelem kiáltása, az ember halál kiáltása. És alapvetően az autóiparban is tökéletesen rávilágítottál, az egyszerűen ez tartatatlan tovább, hogy a pénzszemlélet és nem az emberek érdekei irányítják a világot, hanem az, hogy a pénz mit akar, elnézést és hagylak. Természetesen igazad van, de tegyük azt hozzá, hogy mi tettük magunknál értékesebbé a pénzt, mi emeljük piedesztára, nap mint nap eladjuk a lelkünket is ezért a néhány színes papírért, és elfelejtjük azt, hogy a termelés forrása, minden teremtés forrása mi vagyunk. Te vagy, meg a nézők, meg én, mi vagyunk azok, akik élő munkaerőt teszünk bele, és adunk hozzáadott értéket. Hiába van a bankároknak rengeteg pénzük, és annyit nyomnak belőle, amennyit akarnak. Ennek a pénznek a fedezete a mi élő munkánk. Tehát nem arany fedezete van már a pénznek. Az aranyfedezet nem ér semmit, az aranyot... De egyébként már nincs aranyfedezet. Nincsen. Tehát még az Egyesült Államok úgynevezett szövetségi tartalékbankjának aranyfedezetét is... Eladták De Gaulle-nak 62-ben, azt hiszem. Így van, tehát üresen állnak azok a páncéltermek, amiben az amerikaiak azt hiszik, hogy ott van az aranyuk. Visszatérve az első kérdésedre, Amerikát figyelve láthatjuk azt, hogy milyen változásokra számíthatunk mi is itt Magyarországon. Tehát előttünk járnak Amerikát, már eleve azért hozták létre a szabadkőművesek, hogy az Egyesült Államok mint egy kísérleti telep legyen. Nem tudom, hogy tudott-e, hogy a 13 állam annak idején létrehozott egy Virginia Company-t, ami ma is él, és az Egyesült Államok egy cég. Az Egyesült Államok elnöke a cég ügyvezető igazgatója. Csak eljátsszák ezt a demokrácia nevezetű játékot, ahol már tudott az, hogy az elektronikus szavazatszámláló gépekkel azt hoznak ki győztesnek, akit előre megállapodtak. Hát inkább az, hogy mivel ha 10 milliárd dollárra többet költök reklámra, akkor nem a fehér fiú, hanem a barna fiú fog nyerni, így van, és utána benyújtom nála a számlámat. Tehát azt senki nem hiszi el, hogy kampányra az emberekre, ugye magyarországi példát hozzuk, mert Amerika távol van, hogy itt két párt van már, ugye az összes többit eltapossák, illetve csak úgy tudna fölmaradni, hogyha valamelyiknek az árnyékában élegetne. 3 milliárd, 5 milliárd forintokat költenek el. Nincs annyi magyar vállalkozó, aki ennyit oda tudna nekik adni, hanem mind a kettőt ugyanaz az erő fizeti neki, tök mindegy, hogy melyik nyer, utána nekik lesz kiszolgáltatva. Ezért nincs jó diktátor, illetve rossz diktátor. Volt egy ilyen adásunk a Karcsival közösen, hogy ne azt higgyük, hogyha most jön egy újabb változás, a rendszert kell megváltoztatni, mert az, hogy most a sárgát vagy a pirosat irányítják háttérből, attól nekünk még embereknek nem lesz sokkal jobb. Egyáltalán nem lesz jobb, de ne felejtsük el, hogy mi vagyunk azok, akik lemondtunk a velünk született jogainkról. Mikor mondtunk erről, Karcsi? Hát például az egyik eklatáns példa, amikor a pénzkibocsátás jogáról lemondtunk. Először lemondtunk az állam javára, és utána az állam gyönyörűen csöndben átfociszta a minden országban meglévő létrehozott nemzeti bankok számára. És képzeljük el azt az eszement helyzetet, hogy hozzájárulunk ahhoz, hogy a minket állítólag képviselő állam kamatra kölcsönözze a pénzét. A jegybanktól. A mi pénzünket minden egyes 20 ezer forintos vagy 10 ezer forintos kamatra kölcsönzünk. Na most a magyar állam nyomhatna pénzt, megcsinálhatna a vasvári tervet, víztározókat, adhatna közmunkát, mert a pénz lenne rá a fedezet. Ezzel szemben megveszük a saját pénzünket egy banktól, egy jegybanktól. Jegybanktól, és ami ki a jegybank egyébként? Magánkézben lévő bankok által. De nem magyar tulajdonos. Nem magyar tulajdonos. Aha. De jó, ez jó hangzik. Ez jó hangzik. Mindenhol ugyanaz az erő, ugyanaz a szisztéma van. Minden országban ott van a központi bank, ami jegybank, vagy nemzeti bank, és ezeknek a nemzeti bankoknak van egy központja Bázelben, aha, a BIS,
És ez a központi bank mondja meg az összes ország nemzeti bankjának, akik viszont diktálják az országuk kormányának, hogy milyen politikát, milyen törvényeket hozzanak, mit hát hozzanak létre. Hát ezt csinálja, mint az IMF és a Világbank velünk, és ha megfigyeled, akkor idejött egy hónappal ezelőtt az IMF elnök, aki korábban a francia pénzügyminiszter volt, és akkor most utánéztem Bokros Lajos úrnak egy kicsit, és érdekes, ő is volt IMF alkalmazásban, tudod? Tehát, hogy vagy előtte, vagy utána, de mindenki belekerül a gépezetbe, és nem az ország a célját nézi, hanem az, hogy kiszolgálja azt a pénzügyi gépezetet, ami tönkreteszi az országokat. A pénz című film, ami házi feladat volt, remélem megnéztétek, láthattuk, vagy aki még nem nézte meg, nézze meg, a weboldalunkon fönn van a pénz 1-2, hogy a kis országokkal mit csinál a világban, elfogy a pénz, az emberek tönkre mennek, éheznek olyan országokba, ahol a mezőgazdaság virulhatna, és akkor egy jó eklatáns példa lenne Magyarország, hogy azzal a hülye tündérmesével, hogy az oroszok szétvertük a TSZ rendszert, és ebben a pillanatban két nap múlva benn voltak a hollandok, a németek, a törökök és a kínaiak, és leárasztották az orosz piacot. És ezelőtt, amikor 3 évvel ez a Putyin fiú, mondták ők, hogy kifizette az IMF adósságát, micsoda hibát követett el, mert adósnak lenni jó, halljuk egy volt magyar pénzügyminiszter szavait. És azt mondta, hogy köszönöm szépen, ebből nem kérek, megerősítem a rubelt, igaz? És majd én önálló nemzeti valutát csinálok, és a dollárt kisöpröm az országból. Mi történt a rubella? Tönkretették a rubelt. Ugye? Mert azt mondták, hogy soha többet nem lesz olcsó üzemanyag, mert most már olyannyira kevés van, hogy a 150-es dolláros hordonként árnak örüljünk. Lenyomták 40 dollárra az olajat, hogy miért? Hogy tönkretegyék a rubelt, igaz? Megcsinálták ezt a hülyeséget Ukrajnával, amit úgy szintén az IMF kavart, mert odament, adott neki kölcsön, és az oroszokkal való háború az ukránoknak az egyértelmű IMF sugár. Nem az IMF megy oda, akkor a CIA megy oda, és elintézi azt, hogy az oroszokat lehetetlen helyzetbe tegyék. Mi van akkor, hogyha az oroszok leváltják a dollárt rubelre, és mondjuk Iránnal elkezdenek rubelba kereskedni? Hát összeomlik Amerika, azt a pár tízezer milliárd dollárt, ami ott van az orosz gazdaságban, kering üres zöld papírok, visszaküldik Amerikába, az romlik össze. És mivel itt lehet látni, hogy az egész rendszer valami egy kéz irányítja, mert hol mennének bele abba az arabok, hogy 150 dollárról 40 dollár alá engedjék az olajat, igaz? Senki nem engedné meg, ők mégis megtették csak azért, hogy az oroszokat tönkre tegyék ezzel. Most itt az oroszok úgy keveredtek ebbe a gondolatmenetbe, hogy Magyarországnak egyébként egyetlen egy lehetősége lenne, hogy a mezőgazdaságot talpra állítani az oroszok segítségével, az összes hitelünket velük kifizettetni, és mi mezőgazdasági áruval a következő 10 évben, úgyhogy még meg is élünk, helyre tudnánk hozni a gazdaságot. Csak nem érdeke senkinek az, hogy Magyarország erős legyen, és ez az én fő kérdésem a mai nappal. Az Ameróról fogunk beszélni, hogy miért van az, hogy Magyarországot ennyire tönkre teszik. Itt van a környező országok, Ausztria, de menjünk Szlovákiába vagy Csehországba, ott is ugyanennyire erős a globalizáció. De látszólag az ottani politikusok mégsem engedik ennyire tönkretenni az országukat. Miért vagyunk mi milyen kitüntetett helyzetben, hogy mindennel ezt az országot szét akarják taposni? Beszélgettem erről több emberrel, akik járják a világot, sok helyen megfordulnak, és nagyon sokszor azt hallottam tőlük, hogy ezt hallják minden országban. Tehát mindenki úgy érzi, hogy pontosan vele van kiszúrva. Nála a legerősebb, legkeményebbek. Nála a legkorruptabbak a politikusok. Igen, így van. Tehát a kanadaiak ugyanezt mondják el. Hát ők is mondhatják is, ha vele. Én most például Kanadának a francia ajkú részén, Quebecben voltam, és ott teljesen meg vannak győződve, hogy náluk a legnagyobb az elnyomás, és arról beszélnek, hogy egy hatalmas angol nyelvű tengerben ők az egyedüli kis másképp beszélő szigetecske, és valóban meg is élik. Quebec egyébként 4-szer akkora majdnem, mint Franciaország, tehát nem egy kis területről beszélünk. Egy hatalmas ország, Kanada a világ legnagyobb országa. Tehát ez egy hatalmas ország, rengeteg ásványkincsel, és mégis úgy érzik, hogy az Egyesült Államok összeroppantja őket. Egyébként arról beszéltél, hogy azzal, hogy tönkretették most az oroszokat, elkerülhető, hogy az Egyesült Államok összeomoljon. Igen. Nem elkerülhető. Figyelj, mert ugye mire játszottak, ha leváltják a dollárt rubelre,
abban a pillanatban ugye a dollárra most is sok mindent lehet csinálni, de mivel hogy több dollár van már a forgalomban, mint WC papír, egyszer az emberek csak rájönnek, hogy ez mi újság van, akkor erre mi a terv Amerikában? Az emberek mindenféleképpen rá fognak erre jönni, és nagyon egyszerűen kidolgozták azt, hogy a mostani gazdasági válságnak azt a megoldást fogják ajánlani, és ez előre el volt döntve, tehát azért hozták létre a gazdasági válságot, hogy bevezethessék az új pénznemet, az eurót, amerót, ami közös pénz lesz Kanadában, Mexikóban és az Egyesült Államokban. Nagyon fontos lépés ez, mert ezzel összefogják a három országot. Nem szabadkereskedelmi övezet lesz, hanem egy állam lesz belőle. A világállam első nagy... Az első nagy lépése. És itt szeretném elmondani, hogy meggyőződésem szerint ezt azért csinálják, tönkre kell tenniük a szuperhatalmakat, mert a világállamban nem lehetnek szuperhatalmak. Mert azok nem szállnának be egy világállamban, ahol egyformán osztják a lapokat. Nem, tönkre kell tenni a szuperhatalmakat, ezért teszik tönkre az Egyesült Államokat, és ezért teszik tönkre Oroszországot is. Kik ezek az illuminátusok, vagy a korporétek, vagy kik tönkre teszik a világhatalmat, a nagyvállalatok, a multik? Nem. Hát a nagyvállalatokat is irányítják. Nem tudom, mennyire ismerős, hogy a Rothschild család kezében 500 trillió dollárt meghaladó vagyon van. Az ő kezükben van a vagyon, és ez a most megnevezett összeg, ez a föld vagyonának több, mint a fele. Egy család kezében van. A Budapest néző igazából csak a kifizetetlen gáz meg villany csekkjeinek a számát tudja, ami óriási szám neki, de ez az 50 trillió, billió, 500 trillió. 500 trillió dollár. És figyelj, megértem, és akkor ha még most lesz neki 1000 milliárdja, akkor most jobban alszik, vagy még egyszer vacsorázik a Rothschild család, vagy egyszerűen nem értem a motivációt, hogy miért kell megölni az emberiséget, miért kell kipusztítani a Földet, hogy még nagyobb hatalmad és pénzed legyen. Nem értem a motivációt, folyamatosan nem értem. Nem a pénzért csinálják, hiszen pénz az csak egy darab papír. Azért teszik mindezt, hogy rabszolgasorba tudják tartani az embereket. Egyébként ők is rabszolgák, hát ők a legnagyobb rabszolgák, a félelem rabszolgái, hogy ez a dolog fennmaradjon. Így van, de a félelmet nem tudod, hiába tudod az eszeddel, hogy a félelem hajt, nem tudsz belőle olyan egyszerűen kilépni. Egyetlen egy dologot tud az, aki most uralja a Földet. Uralj, vagy téged uralnak. Nem teheti meg. Jön egy erősebb, és akkor az. Igen. Az, nem teheti meg, hogy kiengedi kezéből az uralmat, mert retteg attól. Ő tudja, hogy mit tenne, és mit tesz az emberekkel. Nagyon érdekes, hogy mondtál, Keresztapa című film, hogy jönnek és beajánlják a szeszcsempészet után, hogy gyerekek, hát droggal kell foglalkozni, jóval nagyobb benne a lóvé. És azt mondja Keresztapa, hogy köszönöm, egy kis prostituáció az elmegy, egy kis szeszcsempészet elmegy, de a drogban nem, az mocsok, az megmérgez az embereket. És akkor jön a Keresztapa könyvelője, hogy bocs, ha nem mi, akkor megcsinálja más. Így van? És itt van a legnagyobb probléma, hogy az emberi evolúcióban a kőbaltás és a mostani Rothschild család között nem érzek különbséget. Hogy hol van az ember evolúciója, hol jön elő a tudatosság, amikor én, mint egy emberi csira, képesek fejlődni és kiemelni a saját mocskomból. Mert amíg hatalom, félelem, pénz, gyarlóság, addig én mire várjuk? Addig én pontosan én ennek az egész játéknak a szereplője vagyok, és ezt boldogan megteszem. Tehát gondolatilag fel tudja magát szabadítani az ember, amikor ebben a mocsokban derékig tök jól érzi magát. Éppen kimondtad a lényeget, tök jól érzi magát? Tök jól érzi magát, vagy rádöbben arra, hogy ez a földi pokol, ahol él. A fejlett elmét az evolúció kifejlesztette, nem véletlenül az evolúció nem követel hibákat, és nem a kutya fogja megtenni a következő evolúciós lépést, hanem mi emberek. A fejlett elme sokféle módon használható, mint egy kalapács. Használhatod arra, hogy kiírsd az emberiséget, de használhatod arra, hogy rájöjj, hogy ez az út zsákutca. És rájöjj arra, hogy egyre inkább szárad ki a pocsolya, és két dolgot tehetsz. Vagy megpróbálsz még jól helyezkedni a pocsolyában,
Vagy pedig rájössz, hogy egyre inkább kiszárad, és már most elkezdesz azon dolgozni, hogy hogyan tudsz megfordulni, és elindulni az ellenkező irányba, és kimászni a pocsolyából, lábakat növeszteni, megtenni a következő evolúciós lépést. A szenvedés az evolúció fegyvere, eszköze rákényszerít, késztet minket arra, hogy egy ponton rádöbbenjünk, hogy most már elég, nem játsszuk ezt a játékot, mert hangsúlyozom, hogy ezt a játékot nem a Rothschildék játsszák velünk, hanem mi generáltuk ezt az egész Rothschildot. Így van, mi voltunk azok, akik lemondtunk a pénz kibocsátás jogáról, és a mai napig... Jó, én ezt megnéztem a körülményeit, megint úgy csinálták, megint tető politikusok voltak, akkor szavaztatták meg, amikor csak az egy tizede volt benne a képviselőknek, tudod, úgy betolták a törvényt, manipuláció az egész. De egy dolog, van egy rossz hírem neked, 5 millió éves vasgolyót találtak, Karcsi. Tudod, ez a elnézés, hülye barom ember, ez már 5 millió év óta játszogatja itt a Földön. A Földet sose tudta kipusztítani, ez mindig lerázta magáról az ember. Az ember volt mindig. De nagyon rossz hírem van az embernek, hogy nem az ember az egyetlen kísérlete a természetnek, hanem vannak itt más versenyzők is. Mindjárt folytatjuk az Ameróval, most egy kis műsorajánló. Mi az életben a legnagyobb értékünk? Megvásárolható-e az egészség hálapénzekkel, gyógyszervásárlásokkal, templomi adományokkal? Az egészség az a legnagyobb kincs, amit meg kell őriznünk még akkor is, ha az utolsó vagyontárgyunkat is elszedik tőlünk. A Viva Natura, Vivert Natura azt mutatja meg, hogy mit tehetünk saját egészségünk fenntartása érdekében, hogyan vállaljunk felelősséget minden falat ételért, italért, ami a torkunkon lecsúszik, figyeljünk oda minden szóra, gondolatra, amit kimondunk vagy elképzelünk, mert ezek befolyásolják a későbbiekben életünket. Útmutató ez a természet patikájához, útmutató az egészség megőrzésének lehetőségeihez, útmutató a túléléshez. Már is folytatjuk. Hát itt vagyunk, ragyogunk, Amerikából jöttünk, mesterségünk címere Ameró. Az első részben arról beszéltünk Karcsival, hogy tulajdonképpen az emberiség kultúrája alatt folyamatosan arról szólt, hogy a szenvedés, a félelem alapján mindig valami vezető csoportot választott maga fölé, akik utána kihasználták ezt a szövetséget, megszegték ezt a szövetséget, és az emberek soha nem tudtak jobb sorsban élni. És talán a mi evolúciónak az lenne az egyik nagyon fontos része, hogy szabad emberek keletkezzenek függőségek nélkül, az ilyen hatalmasságok nélkül. És Amerikáról beszélve ugye valahogy rávilágítottunk, hogy egy nagyon kis csoport irányítja az egész világot, nem csak Amerikát, hanem Európát, Magyarországot is. Hogy a fenébe tud egy maroknyi csoport, 3300 ember egy egész földet, egy egész 7 milliárd embert a kezében tartani és a markában tartani? Ennek egy nagyon egyszerű strukturális megoldása van. Piramis alakban épül föl a hatalmi struktúra. Mint az $1-osan is látható, igaz? Így van, az $1-osan is ott van, a csonka piramis, és a piramisban minden szint az alatta lévő szintet kontrollálja. Ezért a piramis tetején lévő néhány embernek, 12 családról beszélnek a Rothschildok vezetésével, nem kell más tennie, csak az alatta lévő szintet irányítania. És fölfelé is kell ismernie, hogy kik van a fölötte. Mindig mindenki ismeri, csak a közvetlen fölöttesét. És minden, az egész piramis önmagát irányítja. Tehát a birkákból juhászkutyákat képeztek ki, és mindannyian vegyük észre, hogy juhászkutyák vagyunk, hiszen mi szólunk rá a gyerekünkre, mi rángatjuk vissza a sorba, hogyha a munkahelyünkön valaki fekete birkás... Vagy az egész oktatási rendszerünk. Az egész oktatási rendszerünk, a tanítónéni, de a szomszédunkra is rászólunk. Ja. A kis falumban a szomszédasszony nem átallott átjönni és rám parancsolni, hogy menjek el orvoshoz, vagy vigyem el a feleségemet orvoshoz, amikor azt látta, hogy szerinte nem 100%-osan voltunk egészségesek. Mi van a birka rendnek, mi vagyunk az önfenntartó? Így van. Így van. Érdekes kísérletet végeztek, egy kosár rákot kitettek az asztalra, és másnap megnézték, és az a mászóképes rákok ugyanúgy bennmaradtak a kosárban. Miért? Mert amikor egy rák megindult kifelé a kosárból, akkor a többi rák utána nyúlt és visszahúzta.
Nagyon érdekes kérdés, és most pattant ki a fejemből, meg kell követ kérdezem, hogy egyrészt ugye azt mondjuk, hogy az Amerikából, ugye Németországból indult ez az egész illuminátus dolog, elkerült Amerikába, ott tudott kiteljesedni, hogy amikor elkezdted ezt a rendszert mesélni, nekem az illegális kommunista mozgalom jutott eszembe, ugye ezt tanítgatták, hogy amikor az egész Oszblokk Mercedes kialakult, ez nem egy ugyanilyen szisztémára épülő ellenilluminátus rendszer, ahol mi csak Lenint meg Stalint láttuk, mondjuk Stalin szerintem nem igen bírt elviselni a fölötte lévő irányítást, hogy nem ugyanebben a szisztémában dolgoztak, és azért kellett valamelyik világrendszernek pusztulnia, hogy a másik ki tudjon teljesíteni, mert megmondták, hogy csak egy maradhat. Szóval, hogy van ez? Nagyon egyszerű a dolog, sokkal egyszerűbb, mint ahogy itt fölvázoltad. Nincs ellenilluminátus rendszer, egy illuminátus rendszer. Azt is ők irányították. A Lenint mit gondolsz, ki pénzelte? Nem a Kruszkája, mert nagyon rossz. Nem, Lenint is a Rothschildok pénzelték. Én ezt felolvastam. A második világháborúban Hitlert, vagy előtt Hitlert kipénzelte. A Wartburgoktól kapott rengeteg. Ugyanúgy a Rothschildok, tehát a Wartburgok, azok a Rothschildok ügynökei, tehát ők adtak pénzt, és hát egy érdekes adalék, hogy azt hiszem a mai nappal nem sokára leköszönő elnök, Bush elnöknek a nagypapája. Nem, mi most már egy hónapja leköszönt Bush című adásban vagyunk. Ja. Igen? A Bush elnök nagypapája személyesen részt vett a németek pénzelésében. A német hadigépezet a Rockefellerek olajadaléka nélkül nem tudott volna a légierő működni. Éppen óriási sápot húztak le róluk. Ez a Bush család részt vett Iraknak a manipulálásában is. Az illet háború, mert nem tudták pénzzel megvenni a politikusokat. Így van. Amerikáról mit fog mondani a történelem egy 100 év múlva? Hogy volt egy óriási birodalom, ami korrupcióval, erőszakkal, csalással manipulálta az egész világot. Igaz? 100 év múlva már nem fognak szerintem emlékezni Amerikára. Reméljük, hogy egyáltalán lesz valaki a Földön, aki majd tud emlékezni. Igen, igen. Én szinte biztos vagyok benne. Az evolúcióban hiszek, tehát igenis lesznek sokan, akik el fognak a közeljövőben pusztulni. Egy érdekes adalék, hogy Kínában már legyártottak 5000 ampulla madár... 5 millió, bocsánat. Bocsánat, 5 millió madárinfluenza ampulla, madárinfluenza oltást, ami tartalmazza a halálos kort. Tehát nem érdemes elmenni beoltatni magunkat, amikor majd a média tele lesz a szörnyűséges madárinfluenzáról szóló hírekkel, mert abban az oltásban lesz benne az a kór, amit a fekete birkáknak szánnak, hiszen nagyon sok ember ébredezik tudatosságban, mert csak azért nő az árnyék, mert nő a fény is, csak a fény belülről nő, nem látszik annyira, ébredezik az emberekben a tudatosság, és föl fognak szólalni, ki fognak rohanni ezek ellen a változtatások ellen, és itt hangsúlyoznám ki, hogy nem szabad hagyni, hogy az indulataink elkapjanak, és kivonuljunk az utcára, és nem szabad fegyvert ragadni, mert erre játszanak. Amerikában, mindig Amerikára hivatkozom, mert onnan vannak adataim. Egyes adatok szerint 600, más adatok szerint már 800 koncentrációs tábor áll azoknak a befogadására, azoknak a fekete birkáknak a befogadására, akik a hamarosan létrejövő, nagyon erős krízisre elvesztik a fejüket és kirohannak az utcára. Ez a krízis akkor lesz, mikor bevezetik az amerót és közlik vele, hogy 10 dollár egy amerót ér, viszont így van. Így van. Tehát az én elképzelésem szerint a március 31-ére kiderül, hogy a három amerikai nagy autógyár nem tudja. Tehát be fog dőlni, tönkre fog menni, és ez fog elindítani egy lavinát, mert sok-sok millió ember fog egyszerre utcára kerülni. És ez indítja el az igazi gazdasági válságot, amiről szeretném elmondani a véleményemet, hogy szerintem az utolsó gazdasági válság lesz, úgyhogy élvezzétek ki, mert nem lesz több gazdasági válság, ez már el fog vezetni az egyetlen állam, a világuralmat jelentő világfasiszta új világrendhez fog vezetni. Megint visszautalnék az 1984 című könyvhez, amit meg lehet nézni. A hírlevélben
közöljük azt a linket, ahol az 1984 című filmet meg lehet nézni. És a Kacsi említette ezeket a haláltáborokat Dead Camp néven, de rakunk föl akkor egy linket erre is, hogy nézzetek utána, hogy milyen gázkamrákat csinálnak, fantasztikus. Igen, már nem gázkamrákat, hadd javítsalak ki, mert rájöttek közbe. Drága a gáz, mi? Nem ez a probléma, hanem a gáz tönkreteszi a belső szerveket. Na most ezeket a belső szerveket, a kivégzettek belső szerveit szeretnék újra hasznosítani. Tehát Kínában ez megy. Akkor van kivégzés, amikor éppen megjött a megrendelés arra a típusú májra vagy vesére. Így van, ugyanezt fogják nagy mértékben csinálni. Már leszállították, üzembe helyezték a gilotinokat, amikvel nagy mennyiségben tudják majd lefejezni az embereket, mert azt találták, hogy ez a kivégzési mód biztosítja azt, hogy éppen maradjanak a belső szervek újrahasznosításra. Aha, ezek zsenik ezek a fiúk, nem? Hát persze. Aha. Hát ez, ha elgondolkodnál, azért te is fél óra alatt rájön. Én csak cinikusan látom. Egy ilyen szűcskarcsi fejet szívesen szeretnék majd. A faladra. A falamra, ja. De ez a röhely, mert ugye első között minket visznek, csak azért ezt tudjad, hogy azért addigra el kell tűnnünk, mert ilyesmi van, de... Minket nem visznek el, miért István. Nem visznek el, István. Nyugtass meg! Megmondom, két dolog. Az egyik az egy praktikus megoldás, a másik egy spirituális lehet, megoldás. Lehet, hogy mi is manipuláltak elmondani. Vagyunk, és az ő érdekükbe beszélünk? Nem erről van szó, hanem... Azt viszik el, aki szembe helyezkedik velük, a fekete birkák, akik kimennek az utcára. Mi pontosan ebből fogunk kilépni, legalábbis én ezerrel ezen dolgozom, hogy magát a birka létet hagyjam ott. Mert a birka létet, a birkákat mind meg fogják kaparintani. A fehér birkák számára... Nem birka, birka. Birka. A fehér birkák számára már elkészültek a beültetendő csipek. A fekete birkák számára ott vannak a haláltáborok, a gilotinok, a vírusok, és a sok millió koporsó, több személyes koporsókat már leszállították, azért, hogy tárolják a holtesteket, amíg a krematóriumok föl nem dolgozzák. Akkor megint fogy a fa, igaz? Mert azt is... Na mindegy. Következő van. Te ezzel ha most beszélsz itt az emberekhez, és ezer ember másért kezd gondolkozni, te nagyobb ellenség vagy a számukra, mint amikor 100 balhé és kimegy az utcára, és molotov koktélt dobál rájuk. Nem vagyok ellenség. Nem vagy ellenség. Nem te kivonod magad a rendszerből, így úgy fogalmazod. Kilépek a rendszerből. Ezt passzív rezisztenciának hívták. Semmiféle rezisztencia. Minden rezisztencia reagálás. Aha. Érted? Tehát amikor... jön az adó behajtó, egyébként nem is jön, ahogy... Nem, már nincsen, miért jöjjön hozzá, igaz? Így van, tehát ha ellenállsz a rendszernek, akkor eltapos. Jó, ezt az inget hogy tudod megvenni? Tehát ha nem vagy benne a rendszerben, tehát hogyha a pénz alól kivonod magad, hogy lesz ilyen szép farmerod inged, hogy veszel vonatjegyet, ide eljegyel hozzám, stb. Figyelj, először is... üzemanyagot elő tud állítani biodízelt, otthon, biodízelt. Uh-huh. Ez az egyik. A másik pedig létre kell hozni, és mi létre is hozzuk, ezen dolgozunk, a saját pénzt. Az önellátást. Önellátást. Tehát ezt az inget nem csak Kínában tudják megvarni. A magyar ember is képes arra, hogy termeljen. Ezt ne felejtsük el. Arról beszélünk, hogy gazdasági válság. Nevetséges. Nincs gazdasági válság, pénzügyi válság van. Nem munkanélküliség van, pénznélküliség van. Pénzt pedig elő tudunk állítani, visszavesszük a pénzkibocsátás jogát, és az egyik ember inget tud varni, a másik ember kenyeret sütni, a búza ugyanúgy nő a gazdasági válság alatt is, az emberi szaktudás ugyanúgy rendelkezésre áll, hogyha nem hagyjuk magunkat megnyomorítani a Rothschildok pénzétől. Nem használjuk a Rothschildok pénzét. Volt TV2 műsorra januárban Rozsony névvel, és a polgármester azt csinálta, hogy na, akkor nem adom ki a segélyt, mert az úgyis a kocsmába kerül, hanem a segélyeken elkezdett, de ugye megegyezett ezeket az emberekkel, önmaga a búzát termelni, disznókat tartani, lovakat, és az egész közösség utána megélt a saját rendszerébe, a munkáért cserébe, húst kapott, hogy senki nem éhezik azóta, nincs kis önellátás. Tehát ez a jövő, hogy a nagyvárosokat ki kell vonulni a metropoliszokból, legyen velünk egy jó gépész, egy mezőgazdaság. Négy törvénye van ennek a kis Rozsony nevezetű. De beütitek a YouTube-ra, hogy Rozsony, megírjuk már hírlevélbe pontosan, hogy kijön ez a kis falu. Négy törvényük van. Egy.
Gyere be a munkádba, időre, 2, végezz el a rábízott feladatot, 3, ne lopj és ne igy el. Igaz? És ezen a 4 alapszabállyal egy közösség gyönyörűen elkezd dolgozni, és nincs az, hogy az én, hanem a mi szó terjeszkedett el, és csak elégedett emberek vannak. És egyszerűen működik az életük, és ez a mi jövőnk is. De egyébként, amit te mondtál ezzel a suskával, és ezt mutassuk meg a kedves nézőnek, ez egy óriási dolog, amikor nem pénzt cseréltesz egy másik emberre, ez pont egyébként a feleségeddel a közös csekkfüzetet, ha jól látom, itt ebbe cserélgettek értékeket, igaz? Igen, hát egyszerűen csak az eladó beírja a vevő füzetébe, hogy ennyiért és ennyiért ezt és ezt vette, a vevő meg beírja az eladó füzetébe. De ez csak megbízható közösségeken belül játszik, szóval ez azért... Nyilvánvalóan ezen a mostani tudatossági szinten ugyanazt a pénzt hoznánk létre, ugyanazokkal a problémákkal, amivel a jelenlegi pénzt létrehoztuk. És ennek a fedezete a te ígéreted és a munkád, igaz? Azt ígéred Julinak, hogy elmosogatsz. Így igaz? Van, így van. Aha. Tehát ebbe bele lehet írni, hogy vettem tőled 1 kiló kenyeret, ezért adok neked 3 suskát, és utána te meg elmész akárkihez, és ezt a 3 suskát elcseréled arra, amire neked van szükséged, hiszen ez a pénz szerepe. Az, hogy a pénz... Cserezköző legyen, és nem igen, uralkodó. Amivé a pénz most vált, az semmi más, mint a mi tudatosságunknak a tükörképe. Ha ugyanezen a tudatosságon húzunk létre újabb pénzt, az a pénz ugyanezzé válik. Mert jelenleg a pénzben mi a egyik legnagyobb probléma? A kamat. A kamatos kamat. És mi van e mögött? Az a kapzsiságom, hogy munkanélkül szeretnék pénzhez jutni. Ezért beviszem a bankba a pénzemet, azért, hogy vigyázzanak rá, mert félek attól, hogy ellopják. Másik pedig, mert kamatot ígérnek rá, tehát ezért adom nekik oda, hogy pénz nélkül juthassak még több pénzhez. Ugyanezt csinálják a bankok nagyban. Ők is pénz nélkül jutnak még több pénzhez, és azzal... Mert semmiből csinálják a pénzt. Így van. Így van. De ez az teszi lehetővé, hogy én adom oda nekik a pénzt, és az ő pénzüket használom. Ha visszaveszem a kibocsátás jogát, és kamatmentes pénzt bocsátok ki, akkor egy óriási lépést tettem előre. És azt mondod, hogy államszerződésre sincs szükségünk, tehát ezek a kis közösségek, hogy megvédjék önmagukat, nem kell hasonló, egy új államszerződést kötni, hogy önálló erejéket képviseljék? Gondolj csak arra, minden alkalommal, amikor képviselőiden keresztül próbáltad gyakorolni a hatalmat, minden alkalommal ide jutottunk. Yeah. Annak idején a Szovjetunióban volt egy vicc, hogy a szovjet ember választott képviselőin keresztül veszi magához a vodkát. Aha. Hát ugyanilyen vicc. Aha. Miért lenne szükség arra, hogy megbízzál valakit, elidegenítsd magadtól a saját magad képviseletét? Minden egyes alkalommal, amikor attól való félelmedben, hogy te tisztességtelen leszel, megbíztál valakit, hogy járjon el az érdekedbe, mindig elárultak. És ez törvényszerű, hiszen te vagy mindeneknek a forrása, jónak is, rossznak is, és hogyha ezzel szembe tudsz nézni, és önfegyelmet gyakorolsz, és észreveszed a másik emberben önmagadat, nem fogod a torkát szorongatni, nem akarod kizsebelni, nem akarod megerőszakolni, nem akarod meggyilkolni. Ez az az új tudatossági szint, amiről beszélek. Én ezt elhiszem, de azért a hormonok azok nagy urak, tudod, mert az emberiség mióta létezik, azóta a létfenntartás ösztöne, a hatalmi vágy, és az uralkodási vágy, ez hormon szinten van meg bennünk. Ez a tudatos tudatosságnak kell működnie. Amiben nekünk óriásit kéne változni, az az, hogy felismerünk egy szituációt. Ugye, mert amikor beleszáll az a 2 repülőgép a 2 toronyba, akkor mindenki elhiszi, hogy világterrorizmus veszély van, hogy legyen indokunk, hogy bevonuljunk Irakba. Amikor Hitler Adolf, mikor 33. szeptember 1-én ment be Lengyelországba. Így van? 39, bocsánat, az a második szó, bocsánat. Na, 39-ből bemegy, akkor mindenki elhiszi, hogy szegény németeket megtámadták a lengyelek. Tehát ezeket használjuk végre az eszünket, hogy vegyük már észre, hogy milyen módon manipulálnak bennünket, amikor ezen először túlemelkedünk, ez az első lépcső, hogy ezekben a hülye mesékben ne tudjanak minket berángatni, akkor próbáljunk meg gondolkodni. A gondolkodás az nagyon nehéz, mondja Harrison Ford, ez az autógyáros volt, és éppen ezért nagyon kevés ember gyakorolja.
de ha már ezt a műsort is végignézted, amit nagyon szépen köszönünk neked, és benned egy-két új gondolat keletkezett, na ez volt a célunk. Nem az, hogy kimenjél az utcára, hanem az, hogy gondold át a saját életedet, és itt a Karcsitól most kaptatok olyan útmutatást, olyan élcákat, hogy másképp tudjuk élni az életünket. Az mellett az Ez van kiadó rengeteg ilyen típusú könyvet kiadott, azt érdemes elolvasgatni. És az lenne a kérésem, hogy amiket küldtünk nektek linkeket, a link az, amit rákattintasz és meg tud nézni filmeket, az egyetek kedvesek, nézzétek meg és írjátok meg a véleményeteket a címünkre. Az Ezotere fele márciusi adását látták, és remélem, hogy áprilisban is találkozunk. Mindenkinek jó gondolkodást, és jó, micsodát, jó evolúciót kívánunk. Viszontlátásra. Köszönöm, hogy itt voltál.